Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőjét, Isten hozta önöket itt Magyarországon. De az evangéliumi keresztények nevében szólok, nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan konzervatív mozgalmakkal, pártokkal, véleményformálókkal működjünk együtt, amelyekkel a céljaink azonosak, illetve értékközösség tud létrejönni közöttünk. És nagyon örülök ennek a rendezvénynek, gratulálok ennek a rendezvénynek a szervezéséhez, sokféle rendezvényen vettem részt, látom az első pillanattól fogva, hogy egy professzionális módon megszervezett rendezvényről van szó. És kívánom, hogy az elkövetkező napok sikeresek legyenek minden szempontból. Mi hajlandóak vagyunk, és eddig is együttműködtünk olyan konzervatív közösségekkel, amelyeknek a céljaik megegyeznek a mi értékeinkkel. Például nagyon fontosnak tartjuk, hogy háború helyett béke legyen, illetve meg legyen állítva Európának az iszlamizációja, az ellenőrizetlen migráció, valamint a keresztény egyházak számára biztosítva legyen az a szabadság, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk ezekben a napokban is tölteni, amikor látjuk, hogy a világban egyre több olyan esemény történik, amely inkább a reménytelenségre ad okot. De Ábrahámra szeretném a tisztelt jelenlevőket emlékeztetni, hogy Ábrahám reménytelenség ellenére reménykedve hitte, hogy az ígéretek igenné és ámenné változnak. És hiszem, hogy a konzervatív erőknek, akár spirituális, akár társadalmi erőkről van szó, a céljaik megegyeznek az Isten céljaival, legalábbis a lényege. És ezért kívánom azt, hogy a következő napok ezeket a célokat, ennek a megvalósulását tudják előmozdítani. Mi azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy őrizzük meg a nemzeti és biológiai identitásunkat, valamint elvárjuk a mindenkori kormányoktól és politikai erőktől, véleményformálóktól, hogy az Izrael és a zsidóság elleni uszításokkal szemben határozottan lépjenek fel. Kívánom, hogy ez a rendezvény ezeknek a céloknak a megvalósulását mozdítsák elő. Most személyesen is szeretnék imádkozni és megáldani a tisztelt jelenlevőket és a rendezvényüket. Atyám, hálát adok neked, hogy téd a hatalom, téd a dicsőség, és hiszük, hogy a menny uralkodik a föld fölött, és te tőled származik a földi hatalom is. Neked adunk minden dicsőséget, hálát és hódolatot. És az a kérésem, Uram, hogy Istennek a bölcsességét árasz ki a jelenlevőkre, előadókra, hogy olyan üzeneteket fogalmazzanak meg, amely az embereknek az életminőségét, biztonságát, békességét, jólétét szolgálja. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében kérünk, Uram, hogy árazz rájuk a kegyelmednek sokféle gazdagságát. Amen.